Magyarország. Az a matulkás fél. Szerintem. Azon gondolkodom mostán, hogy elegen leszünk. Nem biztos, hogy ma, de elegen leszünk. Ne csüggedj. Mondani, miért jöttek ide? Nem szeretnék. Szia, Csillag Ádám. A Gyurit már megint jó volt. Igen, láttam. Ő magától beszél. Valaki magától beszél, aki nem szeretni. Rendben van. Például inkább nem. Azt mondja, hogy ő inkább nem vesz részt. Ő is ellenzi, de...68-ban voltunk aztán először Ágival Párizsban. A rendőrség munkatársa vagyok, hogy mindenki a járdán tartózkodjon, a közúti forgalmat ne zavarjuk, jó? És ne veszélyeztesse senki saját testi épségét. Tehát arra szeretnék kérni mindenkit, hogy kicsit húzódjanak össze, és ezt köszönettel veszem tudomásul, hogy mindenki eleget összeadjon. Akkor menjünk. Mindenekben. Ez igen. Ádám, nem tudod, hogy mi az a program itt most? Ezt vázolta a francia rendőrnek ott átszorog és tűz. Mondom a Ágirak, hogy akkor vettünk. Tegyen vannak? Mi sokan vagyunk. Mert majd leszünk. Hát valahol el kell kezdeni. Ez a kezdet. De van kapcsolva egyébként? Hát ez a kezdet. Ugye 8 évig nem csináltunk semmit, most elkezdtük, és hát most csináljuk. És most tanulunk, ugye. Nem tudom, ismeri a mondás, hogy falra festik az ördögöt. 8 éven, akik, a 8 éven, akik azt mondták, hogy ez fog következni, azoknak nem, azoknak a kevésnek nem hitték el. Tehát azt mondták, hogy a falra ne fessünk ördögöt. Hát nem hitték el, hogy ott van, ott volt, és most már le is jött. Minden jó, de legalább nem korlátozták a sajtószabadságot, hát ennyire. Hát
nem így, így közvetlenül, nem törvény szerint, de hát azért már nagyon sokan lefeküdtek a majdani hatóban. De nem arról beszélek. Nem. Spontán vagyok. Spontán vagyok. Érdekes az, hogy a sajtó vagy? Mert a sajtó az egy nagy, manapság az a közvélemény formáló hatalom a sajtó. És nagyon fontos, hogy kinek a kezébe van, ki diktálja, hogy mit lehet írni, mert nagyon sok emberhez eljut, különösen a tévé, meg rádió. És nagyon fontos, hogy kik irányítják, hogy mit adhatnak a tévébe, mit mondhatnak a rádióba, ez nagyon fontos. Nem azok irányítják, és nem azok mondják meg, akik most, akkor mások mondják meg. Hát azért meg, ilyen nem volt, hogy... Kérdezem, hogy ki mondja meg a sajtóban. Azért ilyen nem volt, hogy ilyen homogén legyen az irányítás. Ennyire azért nem volt eddig. Azért csak ennyire nem volt. Senki sem mondja meg. Senkinek nem kell megmondani a sajtónak, hogy mit mondjam. Van kedve valamit mondani, vagy inkább hallgatni szeretném? Hajrá! Hajrá, hallgattam már eleget én. Akkor mondjon valamit. Mit szeretne hallani? Miért nem egy kocsmában ücsörög és kiszogatja a sörét most, jó meleg helyet? Hát mert ezt fontosabbnak tartom, hogy itt legyek és megmutassam, hogy ez egy felháborító dolog. Hát például, hogy felfüggesztették a két rádiós ezért a egy percért, mikor kifejezték a véleményüket, és gyakorlatilag megszűnik a véleményszabadság. Én értem, hogy van műsoridő, de ebben nem értek egyet, hogy ezért eltiltják őket. Olvasta a média törvényt? Nem, csak részleteit láttam. De hát nem kell különösen olvasni, hát maga a média hatóság felállása is már olyan, ami szerintem felháborító. Egy oldalú, öt ember, mind az öten Fideszből vannak, 9 évre van a Szalay Anna már. Szerintem nem kell annyit ragozni ebben. Miért baj, ha valaki 9 évig van, jól beletanul legalább abban, amit hát, kezdje valahol korábban. Már volt az ORTT-be eleget. És akkor jól működött? Hát az ORTT-t ne kritizáljuk, mert az egy külön tészta úgy, ahogy volt. De nem működött jól. Miért működött volna jól? Emlékszik a képkereskedelmi rádió történetére? A Schlager rádió, vagy félig meddig. Igen. Annyira nem érdekelt, bár nem volt. Igen. Az ORTT elnöke lemondott. Így van, tudom. Tudom. És ennek el megszavazták. Nincs mit. Der Nennungen schon vor ein paar Wochen, Monaten. Es fanden aber auch schon vor dem Regierungswechsel ganz absurde kubanische Rochaden statt, wo man plötzlich Fidesz-Sympathisanten hatte, die hochkamen, noch vor dem Regierungswechsel gingen, vorauseilender Gehorsam. Jeder wusste, wer das Ding war. Mach den mal, ich glaube mal, man denkt, das ist ein Ort. Das war noch nicht gut. Most verhofft für den Schatz, Önök is szerveztek a Facebookon. Mindenkit szerveztek. Mindenkit. Sokan voltunk. Mi vállaljuk. Igen. Mi névvel címmel mindennel. Nem találkozunk. Hogy végítem, egy rendőri jelentésben fog szerepelni, hogy ez a demonstrációnk miért került meg, és hogy önök vállalták ezt ennyire az egész. Aztán mi szépen kivondunk oldal, és annyi, hogy a közlekedési szabályokat tartsuk, de ezt hívjuk a többet. Abszolút. És köszönöm az együttműködést. Szívesen. Nem találkozunk. Köszönöm. Kicsit odén megyek ki, mert szabad jó. Engem, hogy jó a napig. Ti vagytok a szervező, gyerekek? Mi? Franco is, mi lesz? Csinál?
Ja, és akkor elmondja. Ja, jó, jó. Mi vállaljuk. Mi is hirdettük. Persze. Bocsáss meg a szedetőt. Miért ellenőrzött benneteket a rendőr? Mi vállaltuk magunkra, hogy szervez. Egész egyszerűen. És valójában? Mi? A közösség szervezte. Nektek van tapasztalatotok arról, hogy a itt rendőri intézkedés van? Ki ellen? Senki ellen nincs. Senki. Egyszerűen a szervezőket keresték, és felvették a szervezők adatait. Mert hogy nem jelentettétek be? Nem, ez egy önszerveződő demonstráció. Pontosan. Az a törvény szerint be kell jelentem valakinek. Valakinek vállalnia kell, hogy bejelentél a demonstrációt. Úgy tudom, van AB a tervezetáról, hogy akkor sem lehet feloszlatni. Nem fogják tüntetés. Nincs is szó oszlatásra, egész egyszerűen csak vállaljuk el. Igen. De bárki, aki még akar szervező lenni, azt csatlakozhat hozzánk tulajdonképpen. Most nem akarom bevinni a sortot. És most miért van az az ellenőrzés? Nem ellenőrzés van odam, hanem idejöttem, tájékozódtam, hogy milyen ellen demonstrálnak, miért gyűlt össze a tömeg. Kettő darab úriember idejött hozzám, és ők elmondták részemre ezt. Ők szolgáltattak a részemre információt, én lejegyzem a hiteles adataikat, és ez alapján fogom tájékoztatni a felettesévet, hogy miért van ez a demonstráció, és hogyan alakul. Retorzió a fiatal embereket nem fog érni. És a rendezvényről akkor ki tudja. Így van. Csináltak vele az elmúlt időszakban, meg ez a... De nem rúgták ki. Nem, még nem rúgták ki, persze, az a az vezeti a fegyelmi eljárást, aki problémát tartott. Köszönjük szépen. Köszönjük. Hatsza. Ez a nyém, ez a fiém. Ez egy üböse internetinitiatíva, a Facebook, az ähnliche Plattformen. Irgendjemand wirft die Idee hoch. Man sagt, ja, treffen wir uns um die und die Zeit dort und andere sagen es anderen weiter über diese Internetplattformen und irgendwie kommen dann halt eine Zahl von eh nicht so vielen, aber eben Leuten zusammen. Ist das für Sie eine Demonstration oder kann man sagen, der Ungar hat das Demonstrieren so ein bisschen verlernt? Das ist eine Kundgebung, eine kleine Kundgebung, eine bescheidene Kundgebung, entsprechend den Umständen, dass das eben von Leuten spontan über diese Internetplattformen organisiert wurde, dass es kalt ist, dass es viele noch arbeiten um die Zeit. Aber es ist eine Kundgebung, ein Ausdruck der Unzufriedenheit, der Ablehnung dieses neuen Mediengesetzes und der damit einhergehenden Konsequenzen. Es sind jetzt nur ein paar hundert. Warum sind Sie hier? Ja, eigentlich deswegen, weil ich natürlich als Berichterstatter schauen muss, was passiert. Auf der anderen Seite natürlich fühle ich auch mit den ungarischen Freunden und Kollegen mit, die sich durch dieses neue Mediengesetz in ihrer Ausdrucks- und Meinungsfreiheit. Wenn man jetzt fragt, wie ist die Lage innerhalb Ungarns unter den Ungarn, reicht es schon? Ist es eine Art abwartende Haltung? Also man merkt, Orbán zementiert seine Macht, aber solange es meinen eigenen Kühlschrank betrifft, gehe ich noch nicht auf die Straße? Oder wie ist die Stimmung derzeit? Ja, ich glaube, in die Tiefe der Gesellschaft erreichen die Empörungen über das, was bisher von der Regierung Orbán angerichtet wurde, nicht hinein. Ja? Also für die Mehrheit der Menschen ist das alles noch sehr theoretisch, wenig greifbar. Absolut, das scheint ja mal das, was eine riskante Wirtschaftspolitik, Dinge aus dem Ruder laufen, Devisenkurse in die Höhe schnellen, Benzin sich verteuert, Menschen entlassen werden, Konjunktur abbricht. Das sind dann Momente, wo unter Umständen dann sich mehr an Empörung dann auch sichtlich manifestieren wird. In Ungarn geht es auch mit Herrn Orbán noch nicht schlecht genug. Naja, das wäre jetzt zynisch gesagt. Ich wünsche mir nicht, dass es denen schlecht gehen soll. Auf der anderen Seite wünsche ich mir, dass sie aufwachen und tatsächlich erkennen, welchen Bluff sie da aufgesessen sind. Denn diese ganze Regentschaft stützt sich auf einen riesigen Bluff.
dass da einer kommt und sagt, er weiß es alles besser und er braucht nur alles zu zentralisieren, einzuzementieren und wir leben dann viel, viel besser. Und ich denke, das ist ein Bluff. Biztos, aki felszólít, akinek felszólításra ki kell adnia, ez a biztos kiáltal lesz meg, az a parlament, vagy a kormány nevezi ki, nem emlékszem pontosan, a biztos is ő fogja kinevezni. És egy ilyen ember bármilyen titkos adatra kérheti, ez azért ez nagyon fura. Azért van olyan nemzeti érdek, ami miatt lehet bármilyen nyomozást kezdeni. Persze, nyomozást kezdeményez, az ügyészség által kezdeményezett nyomozás, de itt nem arról van szó, hogy van egy miniszterelnök által kinevezett biztos. Ez azért nagyon fura. Ne menjen még haza, szervező úr. De miért most régi itt kell maradni? Maradjunk, mert még beszéljünk az Anna Máriával, olyan rég látom. Jön, itt van az Anna Mária. Nem ő, nem egy barátnőnk Anna Mária. Pedig király lenne, hogy vele is beszélnénk. Ó, az. Vele beszélnénk. Es stimmt, es hat. Es steht für die Generation, aber es steht unter jüngeren städtischen Fidesz-Wählern. Glaube ich auch, dass da eine kleine Absetzbewegung ist, vor allem mit diesen Privatrentengeschichten. Ja. Das hat auch stark eingegriffen in das, muss man sagen, in der Kezdeményezés céljával nincs semmi probléma. Azért jöttem el, mert azt látom, hogy olyan események történnek, ami a sajtószabadságot, a tulajdonszabadságát, különböző alapjogokat veszélyeztetnek. És azt gondolom, hogy legalábbis meg kell próbálni nyilvánvalóvá tenni, hogy vannak, akik nem értenek ezzel a történettel egyet, vagy így nem értünk vele egyet, legalábbis. A szocializmus nevű dologgal nem voltak. 10 éves voltam a rendszerváltáskor. Valami jó. Nem az igazi. Így van. Tőlük mit kaptál? Milyen üzenetet a diktatúráról? Ez nagyon nehéz kérdés, az biztos, hogy amit tőlük kaptam, vagy amit átvettem tőlük, azért az egy erősen közéleti szemléletmód. Teljesen független attól, hogy ők hogyan viszonyultak az előző rendszerhez, az, hogy én itt vagyok, hogy részt veszek civil kezdeményezésekben, az a családból jön részben, mindenképpen. Pár évvel ezelőtt, vagy talán pár hónappal ezelőtt is, ugye 10 és 100 ezrek mentek szintén azon a politikai oldalon az utcára, amelyik most a törvényeket van. Tehát ott is nagyon sok fiatal van, aki úgy érzi, hogy az utcán érdemes és fontos politika. És? Mik van a kérdés, vagy mi a kérdés ezzel kapcsolatban? Hogy érdemes az utcán politizálni, vagy... Az a különbség, nem a Fideszről, vagy a Jobbikról van szó, hanem arról, hogy az ember egy szervezet érdekei mellett megy tüntetni, és persze van, amikor ez is helyén való, vagy pedig az ember különböző alapjogok mellett megy tüntetni, vagy alapelvek mellett, amik egyébként függetlenek szervezettől. Azért tetszik nekem egyébként ez a típusú kezdeményezés, mert itt tényleg nincsen olyan szervezet, aki meg kisajáníthatja, aki tulajdonképpen felhasználhatja, vagy akár csak azzal, ahogyan a hétköznapi életben egyébként működik, hiteltelenné teszi a dolgot. Ez... Bízol benne, hogy valami történik? Az egyik felemmel bízok, különben nem lennék itt. A másik felemmel viszonylag kicsi esélyt látok arra, hogy a közeljövőben nagyon megváltozzon a helyzet. Parlamenti képviselőt még tüntetés az imádom magát. Nagyon szépen köszönöm. Kellemes estét. Egy kérdés megenged tőlünk is, hogy miért jött el a demonstrációra, csak erre lennénk kíváncsiak. Azért jöttem el a demonstrációra, mert én azt gondolom, hogy minden magyar polgárnak dolga, hogy akkor, amikor egy leginkább a rendszerváltás előtti állapotokra emlékeztető cenzúra rendszert kívánnak bevezetni, akkor felemelje a szavát, függetlenül egyébként pártállástól.
az Alkotmánybírósághoz többen is jelezték, hogy beadvánnyal fognak fordulni a törvénnyel kapcsolatban. Eddig, ha jól tudom, csak az LMP beadvány érkezett meg. Mire számít ez a kapcsolatban? Én bízom az Alkotmánybíróságban, illetve bízom abban, hogy az első médiaháború idején hozott alkotmánybírósági határozatok fényében a leglényegesebb pontja ennek a médiatörvénynek tarthatatlanok. Bizonytalan jogi kategóriákat alkalmaz, és azon kívül teljesen igazolhatatlan az írott és internetes sajtónak a cenzúra alávonása, pontosabban állami felügyelet alávonása. Tehát arról lehet vitatkozni, hogy adott esetben a kereskedelmi rádió, kereskedelmi tévék tartalmát hogyan kívánja szabályozni egy új médiatörvény. Nem kell egyetértenünk, de mondom, ebben lehet egy teljesen legitim vitát folytatni kormány oldalnak és ellenzéknek. Viszont annyiban korrigálnom kell magamat, amikor az előbb azt mondtam, hogy a rendszerváltás előtti időket idézi ez a médiarendszer, ami január 1-én hatályba lépett, hogy arra még Kádár János alatt sem volt példa, hogy komplett hatóságot hozzanak létre az írott sajtó ellenőrzésére, ha csak nem gondolunk az állambiztonsági szervekre. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Echo TV-nél tartanak attól, hogy, hogy esetleg a hatóság eljárhat a tévével szemben? Mert? Mert hogy szintén egy médiáról van szó. Nem nyilatkozhatunk. Ne arra, hogy a más nem nyilatkozhatunk. Nem vezetők vagyunk, hanem dolgozunk. Igen, és nem is szeretnénk, ha megjelennének rólunk a felvételek más csatornákon. Mert riporterek, mert operatőrök vagyok. Én filmrendező vagyok, azt kérdezem, miért kérdezhetnek, ha maguktól nem lehet kérdezni. De a filmrendező, akkor ezt a neveletlenséget pláne miért csinálja, hogy interjút csinálok, és bedugta a kameráját a Schiffer úr arcába, amikor én csináltam az interjút. Igen. De semmi probléma, csak ő most belénk akar kötni, és úgyse tud. Viszlát. Csillag Ádám filmrendező vagyok. Az Echo TV-sek azok nem félnek attól, hogy nekik bármi bajuk eshet a média törvény kapcsán. Ön szerint eshet nekik bajuk? De a lehetőség az nyitott? Én azt nem tudom, a lehetőség minden esetre nyitott. Itt nem az a kérdés, hogy egyik másik tévének konkrétan esik-e baja. Az az igazi probléma, hogy a Damoklész kardja ott lebeg minden sajtószer felett. És szerint lehet más a politika? Ez mindig lehet más. Itt a változatosságot ezt mindig fönn kell tartani. Ön szerint más a politika? Mint mikor? Hát egész biztos, hogy más, persze, de nem értem igazából a kérdését. Hát pedig azt hiszem elég egyértelmű. Tehát ahhoz képest, mint amikor elindultak azért, hogy a parlamentben politizáljanak, másképpen, mint azok, akik korábban politizáltak, ahhoz képest, tehát a vágyaikhoz képest úgy érzi el, hogy sikerült megvalósítani. Semmiféle csalódás nincsen benne. Az a misszió, amivel az LMP elindult, az nem egy-két évről vagy egy-egy parlamenti ciklusról szól. Én továbbra is hiszek abban, hogy az amit vetettünk, az be fog érni. De valamit az ember tapasztal, az, hogy a dolog egyre rosszabb. Meg ezt nem lehet a végtelenségig folytatni, amit itt a miniszterelnök csinál. Az önök szimpatizásai azok itt vannak, vajon még ez a kérdés? Mindenfelé. Mindenfelé. Én találkoztam. De ez nem pártüntetés. De csak jó, rendben. Én találkoztam szimpatizánsokkal. Találkoztam szimpatizánsokkal. Mondjuk a 2006-os tüntetésekre visszagondolok, akkor azt gondolom, hogy ott nem feltétlenül pártüntetések voltak, mégis nagyon sok pártüntetések. Mondom, még egyszer találkoztam több szimpatizánsunkkal, de mi nem szerveztünk rá külön. Köszönöm szépen. Hát itt volt, én is ott voltunk. Egyébként ilyen déjà vu érzésem van, én HBTV-ben a rádiót, és 94-ben a fekete dobozosokat, a Pesti Lacit, meg az Elbert Mártiékat, itt lógattam be a kerítésen, és fölvették,
és ment, és nagy történet volt, és tényleg döbbenetes, hogy megtörténhet még egyszer ugyanez. Szóval egyszerűen nem hiszem, mert azt hittem, hogy én most nyugdíjba vonulok. Az döbbenetes volt. Mennyi idő van? Ha én most ezt felteszem a Facebookra, vagy az internetre, most itt az utcán. Nehéz röviden. Szóval a lényeg az, hogy én a rádióban voltam ilyen PR marketinges, tehát ez azért érdekes, mert én nem a Brodyban voltam, hanem itt a Pollákon. És az, amiről a Brodyban fogalmuk nem volt, hogy mi szervezkedik itt, azt én láttam, hogy Csúcs László és az általa kiválasztott, középszerű és sokkal gyengébb emberek hogyan manipulálják azt az egész szituációt, és készítik a listákat. És... Hát, hogy kit fognak kirúgni? Tehát neveket tudnék mondani, hogy a Niemandok, akik írták a listákat, akik a Csúcs László, akinek gőze nem volt semmihez, mindig megvannak a minden rendszernek az árulói, a vezetők ugye azt gondolták, hogy ők kontraszelekció áldozatai voltak, tehát abszolút nem választották ki, azért, mert ők a rendszer ellenségei voltak, és mindenki, aki a rádiót csinálta, mondjuk, az a rendszer barát. Na most ez azért volt érdekes, mert ők nem voltak félreállítva. Tehát szerintem a magasan a kvalitásuk fölött kaptak meg lehetőséget abban a viszonylatban is, amiben akkor éltünk. De hát nem lehet összehasonlítani azokkal a műsorkészítőkkel, a 129, ugye, akiket a lista, ahogy felolvasták, akik emblematikus figurái voltak a rádiónak. Na, az a lényeg az, hogy én ezt láttam, és azt gondoltam, hogy valamit csinálni kell. Ilyen Nemecsek Ernőné című, és valahogy a Borenics Petivel, meg a Győri Lacival kitaláltuk, hogy kéne csinálni egy szakszervezetet, mert a másik szakszervezet az lefeküdt teljesen, hogy kell csinálni a FRASZ, a Független Rádió Szakszervezetet. Ilyen utolsó pillanatban megcsináltuk. Beegyeztettük, tehát egyszerűen legitimitást adtunk magunknak. Tehát így bekerültem így valahogy az egésznek a fókuszába, de én mindig ilyen menedzser voltam, és nyomtam a fiúkat. És lényeg az, hogy én a helyzetben voltam, mert én itt voltam, ahol történtek a dolgok, és én mondtam a Brodyba, most nem mondom a neveket, akik barátaim voltak, hogy itt mi készül, ugyan már ki az a Csúcs László, ugyan már hol lesz az már, mikor, mi még. Nem hitték el. Hát a fekete doboz mondjad már a jó haverom, és aki Albert Marival dolgozik együtt, a operatőr, a Jávor Pista. Volt a Jávor Pista kamerával, meg a Pesti Laci. És akkor itt volt készen létben az egész rendészet. És akkor itt, ahol most van a márványterem, kerítés, itt lógattam be őket, másztak be, izgalmas volt, és elmentünk egészen a Brodyba, a tanácsteremig, ahol P. Szabó olvasta a listát, összehívta a kossuthosokat, és rajta volt a fekete dobozon is, hogy az egyik titkárnő csak a testemen keresztül nem akarta beengedni őket, de bement a kamera. És a döbbenetes az volt, hogy ezek az emberek, egy Bölcs István és sorolni tudnám, nem hitték el, hogy ez velük megtörténhet, hogy olvassa a nevet, és vége 20-30-40 éves rádiós munkának. Nem hitték el, sírtak ezek az emberek. És ezt a fekete doboz fölvette. És ebből lett... Mi az analógia, az akkori történet? Nekem az, hogy megint szervezkedni kell, hogy veszélyben van mindaz, amit azt gondoltunk, hogy teljesen természetes. Én már egy nyugdíjas ember vagyok, nyugdokáim vannak,
És most ott hagytam, köhög az unokám, otthon hagyta, és kijöttem ide, mert azt gondolom, hogy muszáj eljönni, mert kevesen jönnek. Mert egyszerűen ezt nem lehet hagyni. Mert olyan alap értékeket támadnak meg, amit nem hiszem el, hogy ilyen, hogy... hogy... Ez nem a szakmának a problémája? Nem. Tehát ez mitől lesz egy viszonylag szűk szakmai rétegen kívül, rádiós, újságíró, televíziós, filmes, az ő problémájukon túl, mitől lesz mások problémája? Hát ez egyértelmű a válasz, hogy a nyilvánosság, a sajtószabadság az egy alapérték. Nem csak nálunk, hanem az egész Európában és a világon és Amerikában. Na most ezek nem lózungok, hogy most sajtószabadság, hanem egyszerűbben az embereknek joguk van a tájékozódáshoz. Tehát ha az embereket nem látják el megfelelő információkkal, félrevezetik, manipulálják, az a diktatúra. Hát egyértelmű, hogy ezt a sajtószabadságot és a plurális médiát, hogy minden oldal, minden gondolkodás elhangozzon, ezt meg kell védenünk, mert ezt 90-ben kiharcoltuk. És ez befolyásol mindent. Olyan mélységekbe mehet ez az ország egy egyoldalú tájékoztatással, az elbutítással, hogy visszamegyünk a legsötétebb korokba, amiket is sokan emlegetnek, 30-as, 40-es éveket. Na hát ezt nem kéne, hogy hagyjuk. Mi a kérdés? Még egy kérdésem, hogy azért az elmúlt 20 évben is meglehetősen gyorsan ment a dolog. Tehát például a köztelevízió, közrádió, én azt gondolom, súlyosan befolyásolták, például azzal, ahogy az újságírókat kiválasztották, ahogy kommunikáltak, hogy ez nem működött a mai napon sem. Tehát a függetlenül sem, hogy a törvények ezt mondjuk nem tették lehetővé. Egyébként ezzel nem tudok vitatkozni, tehát én mivel a médiában dolgoztam mindig, és most 2 évet voltam a Magyar Televízió kuratóriumában, amit azért vállaltam el, mert azt gondoltam, hogy tudok valamit tenni azért az értékért, amit én elképzelek egy köztelevíziónak. Na most életem legkudarcosabb 2 éve volt, közelről megismertem a működést, és senki nincs mentesítve, aki ebben részes volt, hogy ide jutott a köztelevízió. Tehát a rádióra ezt nem lehet annyira elmondani, mert ez a Kossuth megtartott bizonyos értékeket, a Bartók rádió, amit én imádok, az szól. Tehát itt bizonyos értékek maradtak, az etalon közszolgálat, de a televízió az semmi másról nem szólt. Ott nem politika volt, csak a lopás. A lopás és a lenyúlások. És ez független volt mindenféle oldaltól, ezek a nagy összefonódások voltak. A klubrádió olyan ördögi módon került veszélybe, ami szinte normális észre felfoghatatlan, hogy van egy frekvenciájuk, ami törvényes úton bérelnek, a 95.3. Most nem beszélek az országos adók, vagy frekvenciákról a különböző régiókban, és miután a ORTT összes párt által delegált tagja nem vette a fáradtságot, nem vette a tamtamot, hogy írják ki a frekvenciát a lejáró frekvencia helyére, az új frekvenciát, mert az nyilvánvaló volt, hogy ez a 95.3 lejár február akár hanyadikán, tehát újra ki kell írni. És nem írta ki az ORTT, amiben bűnös minden ORTT tag, amikor még minden párt delegált oda tagot. Tehát azért mondom, hogy itt felmentés nincs. A Majtényi is ott volt akkor még? A Majtényi is ott volt, igen, de nem tudta keresztül vinni. Tehát mindig kisebbségben volt. Igen, tehát ez azonos a történet a két kereskedelmi rádió frekvenciával. Tehát tulajdonképpen, tehát
tehát nem érzékelték ennek a fontosságát. Na most nem tudom... Én azt gondolom, hogy érzékelték, csak feladták. Tehát valamilyen alkukat kötöttek, és ez az alkunak a része volt. Én nem hiszem, hogy, hogy ott van közt, tehát hogy ők nem tudták, hogy mit csinálni. Hát ez nagyon szomorú, ha így van. Én még csak azt feltételeztem, hogy annyira nem a lényeggel foglalkoztak, hogy az már elképesztő és bicska nyitogató. Hibáztatom egy picit a klubrádiót, hogy akkor nem visított, nem verte a tamtamot, nem kiabált, hogy írják ki. Picit később ébredtek föl, azt hiszem, de ebben nem vagyok biztos, nem akarok igazságtalan lenni. És amikor most elkövetkezett az, hogy nem írták ki, tehát lejárt az az idő, amikor már ki lehetett volna írni, akkor ők megpályáztak egy meghirdetett frekvenciát, amit meg el is nyertek, és megszavazta azt nagy nehezen az ORTT, de nem írta alá az ORTT kiváló, nagyhatalmú elnökasszonya, akkor lehet, hogy éppen elnök helyettes volt. Tehát ez a szerződés nem lett aláírva az ORTT részéről, a másik fél aláírta, és most itt van egy olyan hatalmas probléma, hogy van egy adó, ami egy 400-as rádió hallgató közönséget kiszolgál, ahol a magyar rádió, ahol most éppen állunk, a rádió krémje, a magyar rádió krémje ma már a klubrádiónál dolgozik, és minőségi emberek minőségi műsorokat csinálnak, és 4-500 ezer ember kimondottan ezt a rádiót preferálja. Na most fönnáll az a veszély, hogy egyszerűen egy várrándítással, egy tolvonással azt mondják, hogy vége, lejárt viszontlátásra. Ez megtörtént. A Sláger Rádiót állítólag 2,5 millióan hallgatták például, és az is eltűnt a semmibe. A semmibe. Történet. Belehullott a semmibe. Azért, a közönybe, és egyébként az MSZP és a Fidesz közös süteménye volt. Ezek nagyon szomorú dolgok. Ezek nagyon szomorú dolgok, és nagyon sok tanulsága van ennek az elmúlt 20 évnek, és azzal együtt, hogy én mindig a médiában voltam, vagy közel hozzá, ha éppen kicsit távolabb kerültem, de ma is öreg fejjel hiszek abban, hogy szolgáltatunk igazságot, és az igazság győzni fog, mert nem a tiszta és becsületes emberek vannak a frontvonalban, nem ők a hangosak még, hanem mindig a kontraszelektált sunyik. Úgyhogy én csak azt tudom mondani, hogy nekünk muszáj, hogy kijöjjünk, és beszéljünk, és toborozzuk a hozzánk hasonló értékrendű embereket, mert ez az ország, nekem két unokám van, milyen országot hagyok itt nekik, hogyha most csöndbe maradok? Nem maradunk csöndbe. Szevasz!